Immár hosszú évek óta hagyomány, hogy január közepén a Rotary Klub Szekszárd jótékonysági estet rendez. A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. A Rotary általános céljai az a segítés, a tehetségek segítése, azoknak a gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek a segítsége, akik rászorulnak, de egy picit talán inkább nem a jótékonyság, hanem a pozitív irányú segítség a fő csapás irány a Rotaryban, és ennek értelmében természetesen támogatunk tehetséges gimnazistákat, hogy eljussanak az egyetemre. Emellett támogatnak tehetséges sportolókat és gyermekotthonokat, a szervezet tagjai szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere hozzátette, a város életében is kiemelt szerepet játszanak. Több beruházás fejlesztés készült a Rotaryval együttműködésben és külön-külön is, amik nagy vonalakban szeretnék megemlíteni, hogy a kórházi ágyak nagyon sokat sikerült beszerezni, főleg Belgiumból, és ezzel is jobbá tudják tenni a kórházi ellátást, és el ne felejtse senki a postánál a bejáratnak a kialakítása, a mozgáskorlátozott bejáratnak a kialakítása, a stációknak a felújítása, a kereszteknek az elhelyezése a Kálvárián és a rengeteg faültetés. Az egyesület tagjai arra törekednek, hogy vármegye szerte terjedjen a megértés és a jó szándék. Az egyes rotarisok ezeket az ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint élnek.